Az új nyomtató működését is bemutatták a szerdai sajtótájékoztatón. 13 darab elektromágnes csinálja a pontokat a papírra az új eszközön. A speciális készüléket Svédországban gyártották. Az értéke 1,6 millió forint. A vakok és gyengén látók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete 2007 óta használ Braille nyomtatót. Ez a modern eszköz egy teljesen új darab. A régi géphez képest 40%-kal gyorsabb. A hozzá csatlakoztatott számítógépen egy program konvertálja át a dokumentum szövegét, ezután lehet kinyomtatni. Nemes Nagy Tünde, az egyesület elnöke be is mutatta ennek az olvasását. Magyarországon körülbelül 80 ezer látássérült van, nagyjából 10%-uk használja a Braille olvasást. A Braille írás elsajátítása személyfüggő. Én ezt Budapesten tanultam a Vakok Általános Iskolájában, egészen pici gyerek voltam. Aki manapság beiratkozik hozzám az egyesületbe Braille tanfolyamra, volt, aki egy hónap alatt sajátította el, volt, aki egy év alatt, volt, aki három. Ez mindig attól függ, hogy kinek milyen a tapintása. Például valaki cukorbeteg vagy nehéz fizikai munka után veszítette el a látását, ő nem biztos, hogy fogja érezni, tehát ez személyfüggő. A speciális nyomtatót pályázatok révén nem lehet megvásárolni, közölte Nemes Nagy Tünde, ezért egy jótékonysági koncertet szerveztek, ahol 700 ezer forint adományt sikerült összegyűjteniük. Időközben október elején a Michelin nyíregyházi vállalata is megkereste az egyesületet, akik felajánlottak a részükre további 1,5 millió forint adományt. A cég mindig keresi azokat a helyi közösségeket, amelyeket a társadalmi felelősségvállalás jegyében támogatni tud, közölte Nemes Attila gyárigazgató. Akkor lehetünk sikeres vállalat egy városban vagy egy országban, hogyha azzal a közösséggel, akivel együtt dolgozunk, az nem csak munkakapcsolatot jelent, hanem vissza is tudunk adni az ő számukra, tudjuk segíteni a mindennapi életüket. Hogyha egy közösség egészséges, hogyha egy közösség boldog és jól működik körülöttünk, akkor boldog embereket tudunk mi is alkalmazni, és ez biztos, hogy a vállalatnak a működését is jobbá teszi. A Vakok és Gyengén Látók Országos Egyesületének projektje, hogy akadálymentes étlapot helyezzenek ki minél több vendéglátó egységben. Ezek egyik fele nagybetűs síkírással készül a gyengén látók számára, a másik részük pedig Braille írással. Nyíregyházán eddig 3 akadálymentes étlap érhető el, 2 étterem és 1 hotel használja, de még idén elkészül a 4. is. Ezeket szintén a Szabolcs megyei egyesület nyomtatta ki számukra.